Lényegében úgy működik, hogy tervezel egy új alkatrészt, legyártod, és akkor megint viszed tovább, egyből, azonnal, ahogy kész, már nyomhatod is tovább. Hát persze, nyilván el kell gondolkodni rajta, hogy megírja. Drivers are forced close together on this track, jostling for position and defending their space to the end. Én ebben az oldalszekrénybe bízom most nagyon. The Hungaro Ring is one challenging succession of corners and turns. With few straights, it's affectionately known as the go-kart. Mert igazából mi most ezt úgy fejlesztettük le, hogy sok potenciál legyen benne is. Azért szezon közepén egy ilyen fejlesztést megengedni magunknak, hát kicsit luxus volt, szerintem azért. There's no doubt that the Mexican will be eyeing up his next podium finish. So, let the weekend begin. Hát ha intenz a fejlesztés, ha intenz stílussal van elindítva, vagy nem is tudom, meg lehet ezt mondani stílussal. Ez a szó. De most én így hívom. Tehát tényleg az tripla annyiba kerül. De cserébe nagyobb potenciál rejlik az autóban és az alkatrészbe. Az ki alkatrészek. Csere. Sőt, Alonso most még az is fogja nagyon-nagyon húzni, hogy egy teljesen új erőforrás lesz majd az autójában valószínűsíthetően. Mi az, hogy nem ismeri ezt a hátsó szárnyat? Ez mi? Hiszen az előző... Ja, igen. Semmi. Jogos. Én voltam a béna. Talán ez még kibírja. Mi? Az elsőt mindig intenzel, és a másodikat normálon? És csak az gyártod le? Mindig a második kört gyártod csak le? Tehát a... Aha. Hát... Nem rossz végül is. Oké, that's loud and clear. Hát főleg... Szezon elején... Egy új... Ha egy mondjuk a második... Szezonoknál ez egy egészen jó lehet, ja. De elsőnél... Úristen. KTG-t spórolsz, ez mi? Ez mi? KTG. Költség! Hát nem az meg, spórol, még ezzel is spórolsz, Mars! Költség, jó van fasírozat, hát nem igaz, elég egyszer leírni, nem igaz. Itt, most miért spamelsz? Nem kezd spamelni egyből. Hihetetlen. KTG. Te nagyon nagy spórolós ember lehetsz, Mars. Hát óriási. Jó, oké. Mondhattad volna azt is, hogy KTG-t SPRS, igen. Így van, igen. Nem vagyok jó hangulatban. Nem köszönök vissza senkinek. Hát, mindig ezt csinálom.
Önimádó, nagyképű ember vagyok. És? Van ezzel valami probléma? Ilyen a pártam, hogy Stinch. Bár lehet nem is köszöntem neked, mi? Jó, nem baj, így jártál most. Üdvözöllek. Látját, igen, Mátyás, tényleg? Tényleg? De jó, szemed, bazd meg, közben eső van, gyerekek, senki nem szól, hogy cunami van. A pilóták meg száraz gumikon mennek kint, direkt elterelitek a figyelmem. Gyönyörű. Az egész az a legszomorúbb, hogy rengeteg pártag is próbálkozott most. Ez a legnagyobb szégyen. Hát ez bizony. Szia Milán. Igen. Ma nem iszok. Igen, igen. Hát tegnap berúgtam. Hát te olyan kis boxsák vagy, Matesz. Hát ez ennyi. Jó, vannak. Néha úgy mindig van ilyen a csatornának ilyen önkéntes. Vagy hát önkéntes, néha nem önkéntes, és akkor mi van? Boxsák kell. Szerintem jó dolog. És akkor hát őt ütöm vágom, persze. Hát most miért? Mi az el a baj? Most mondd, hogy nem bírod, Matesz. Volt már, hogy emiatt rosszul érezted magad? Dehogy is, dehogy nem érezted rosszul magad, tudom én. Ezek után merjél más mondani. Gyakorolnak a fiúk esőben vezetni. Ja. Tényleg, Matesz? És miért kaptál bant? Beszóltál, mi? Hát igen, nagyon sok TO-d van. 38. Jó, hát mondjuk azért lehet gyűjteni a TO-kat sajnos könnyedén, mert aki csetel, az legalább rendelkezik már egy darab TO-val, mert a bot olykor olyan okér szétbombáz, hogy hihetetlen. És akkor nem győzöm olykor mondani, hogy nyugi, nem írtam semmi hülyeséget, csak a bot az retardált. Nem tudom amúgy, hogy miért ilyen. Mert vannak ugye betáplálva a tiltott szavak. Viszont olyat is lehet csinálni, hogy a... Hát, azt nem tudom. Olyat nem lehet. Nem mindegy, vannak tiltott szavak is. És hát ez van. Az élet szép. Lali? Lalikám? Honnan, tehát hogy... Eddig te azt se tudtad, hogy ilyen autók léteznek. Akkor honnan veszed, hogy te nem akarsz ilyen autót venni? Az is lehet, hogy akarsz. Nem jól mondtam el. Nem jól mondtam el, baszki. Kurva életben, hogy van ez, gyerekek? Segítsetek!
Kacifántos. De annál viccesebb. Jaj. Az élet szép. Kacok. A kurva életbe. Tudjátok, mi jutott eszembe? 3%-on van a padlólemez. 3%-on van. Most, hogyha azt a padlólemez mi felrakjuk, az időmérő edzése. Hát az időmérő edzésen fog tönkre menni a Alonso-nál. Az biztos. Legalább 20-at én adtam neked a semmire. Semmire nem szoktam téhozni. Mindig van oka. Ha tesz el vagy tévedve, ilyeneket terjesztesz rólam, hogy a semmire adok téjót. Ilyeneket terjesztesz. Ez nem volt szép. Na, csak kibújik a szög a zsákból. Megmutatod az igazi orcád. Hát ez. Apukám, nem megy neked ez. Semmire téjózni. Persze. Valami nem oké. De amúgy megjön az eső. Eső! Cunami! Jesszusom! Szia, hullócsillag! Hagyd neki az ezért, ilyet nem szabad. Így van, meg is kapta magáit. Harminckilenc. És még büszke is vagy rá. Gyönyörű. Szép. A semmi is egy remek oka téóra. Itt van a kutya elásva. Úgy van, úgy van. Jaj, de jó lazul, Istenem, köszönöm. Istenem. Lalikám, te eddig azt sem tudtad, hogy ilyen autó létezik, igaz? Igen. Tehát akkor nem lehetsz benne biztos, hogy nem akarsz ilyet. Tehát még az is lehet, hogy akarsz. Köszönöm! Úgy van, úgy van! Gyönyörű! Istenem, gyönyörű! Nagyon jó, köszi lazul! Nagyon jó. Nagyon jó. És akkor még kéretlenül linkelgetsz is, mondta ez a cseten. Hogy van ez? Ez nem járja. Nem szabad. És akkor ez bizony ott a jubilálás, tessék, kellett neked említeni. Ja, hogy is pont ezt így belinkelted, Matesz, ezt a jelenetet? De jó. Jó, de attól függetlenül nincsen te jó védelem azért, mert így belinkeled. Indokolatlan kéretlen linkelés. Hát ez kiadott rá engedélyt. Örül neki, nem bandbót. Kikéri magának, hogy sokat éjója. Hát sok is lesz. Ez jó lesz. A teszen. Van-e a sapka? Nyáron? A
Ammónia. Veszélyes vizeken vagyunk megint. Gyerekek. Kettő százalékon van a váltó. Hát most fölrakjuk, öcsém, hát... De, hát szóval nem értem most, mi van itt most. De most honnan tudjuk, hogy ebben hány kilométer van még, bassza meg? Istálóját! Időmérő edzése nem miatt fog tönkre menni majd, az meglátjátok. Az a váltó meg már nagyon-nagyon... Ez már tarthatatlan szinten van. Hát most rakjuk fel a padlólemezt, hát ha most szétposszan. Vagy egyszer csak majd a Szentlélek kicseréli az autónkon. Amúgy várjál, hát itt most milyen gumit kéne használni. Ja, várjál. Hogyan van ez? Időmérő. Nem jó. Na, közepes. Használunk közepes most is. Kettő van mindenből időmérőre. Aha. Oké. Ma tesz nem vagy benne. Hú. Azt gondoltad, hogy benne vagy a top 5-be? Nem. Ahhoz nagyon sok kell. Ja, ennyi. Hatosba berakjuk, az kész. Hát talán szétmegy a padlólemez. Az új szárnyak? Új szárny az fent van az autón. Persze ezt föl kell térképezni. Muszáj ezt fölrakni. Ez az. Hát nézzük meg, hát ha igazából időnk van rá, adjunk neki egy esélyt, nem? Nézzük meg. 96-os. Azt láttátok, hogy mi volt az Effects in Pit Crew, vagy micsoda? 57%-on van a stáb. Mi? Hogy? Ez hogy? Ez valami bug? Vagy ez hogy? Ez hogy? Vagy most? Tehát az időmérő edzés napján már ez van. Hát igen, tehát ezt tegnap már tudtuk, hogy Patch az belenyúlt ebbe. Na de hogy ennyire? Kicsikét finomabbra emlékeztem. De figyeljetek! Jelenleg, ha hetente van nagydíj, akkor nem lehet edzeni. Hát
Hát igen, Bence. Így van. Hányas a gyárod egyébként, Mars, a Mercedesnél? Így van Zsolt, igen. Már nem tudom, hogy a való életben ez hogyan működik. Hát biztos nem így. Hát azért nagyja között is vannak gyakorlások, hát ilyen szinten tartó gyakorlás, vagy tudom én mi. Na? Fehét. Ja, hogy nem tér ki... Ó, nem értünk a végére. Akkor vissza kifele. Ott lesz. És hogy állunk? 88%. Na, hiszen 100%-os lett a beállítás, bazd meg. Szóval jó az. Bene, gyere akkor, Tata. Bottász. Aha, itt is jobb lesz szerintem. Oké. Kapja a naftát. Ott is. És akkor szabad edzés végéig gyakoroljatok. Rátok fér sajnos. Ó, és ott a defekt. Annyira korán van defekt, hogy ez hihetetlen. Hát nem igaz. Hát öcsém, ne már. Hát Tata, akkor neked ennyi volt, jó? Hát ezt sajnálom most, ez így. Van. Ja, van még itt közepes. Akkor kibehetsz. Ott állsz, gyere be te is, nehogy itt nekem úgy kapjál defektet, hogy falba ragd. Uha! 97-es lett! Az igen. Kemény. És az alkatrész ismeret az már egész jó. 97-es. Rázókő kerülés 30% alatt, tényleg? Az sokkal jobb. Szia, Peti. Komolyan. Hát jobbulást kívánok. És éljen a párt. Jobbulást! Aha, értelek, Gergő. Jó. Oké. 98 és 99%-on vagyunk. Szuper, szuper! Lecserült, működött? Aha. Now it's time to see who come out on top, as qualifying gets underway. This weekend we're running on alternative tire allocation rules. Nem lehet, hogy valami allergia, Peti? Azért, mert reggel én is így keltem. És most nem tüsszögök, meg nincs semmi gond. Ők a csoda. Nick de Vries, how do you think he's feeling at this moment? We saw some disappointing lap times from them in practice. It could be that the team were experimenting with the car, but the pressure's now on them to deliver. So here we are. Ready to resume. Jó, értelek, Peti. Hát jó, nekem sem volt annyira a hűde jó a közérzet, de ezeket pályi rutinból behozom. Nem tudom, hogy ebből mi lesz, gyerekek. Padló lemezből még mindig 4 van. Hát amikor ennyire alacsony szinten van egy padló lemez, akkor... Akkor olyankor mi van? Mire lehet számítani? Lehet-e cserélni, erőltetni azt, hogy a kukába menjen az adott alkatrész?
Aj, de komoly. A gyerekek. Kezdődjön akkor kérem szépen az időmérő edzés. Óriási hőség van. Óriási. Picikét mit várunk most? Taktikusan, taktikusan, szigorúan, taktikusan. Mi az a... Hogyan lehet 10 fokkal hűvösebb a gumi a Bottasnak? Ez mitől? Hát körülbelül, Jani, igen. Ennyi? Ennyi. Fél másodperc a különbség. Mondjuk azt tegyük hozzá, hogy eléggé ilyen... furcsa adatok lesznek majd a két pilóta között, elég nagy különbségekre lehet számítani az erőforrás elég különbség miatt is. Kettő kivezető kör... Nem. Itt nem kell már kettő kivezető körözni. De Bottival amúgy simán kimehetünk még. Na jó, azért Alonsót is tankoljuk meg. Bár ő ezzel a 15-5-tel bőven jó helyen van. Egy tizeddel előzi meg Perez. Lehet, hogy volt feltartás is. Közben De Vries. A gyors körön Perez. Levezető Okon. Levezető... Mehez Bottas. Hopp, mondjuk ott Sainz. Oh, fuck you Sainz. Ugyanaz. Szóval 7-7. Gyönge, nagyon gyönge. Mindegy, fejezd be azért. Isten, a két Red Bull. Elmondom, mi lesz itt most majd. Leclerc kivezető, Magnussen, Sainz. Elégnek kell lennie. Uff, bőven elég. És kellett volna itt ennyit szarakodni. De sima. De sima. És ilyenkor is mennyit számít öregem egy jó pilóta. Nézd meg, a két Aston Martin csúcs autóval rendelkeznek, csúcs autóval. És egy jó pilóta mennyivel többet tud hozzátenni, ott van Alonso. Őrület. Gyönyörű. Oké.
akkor kettő. Bottáztál megint? Nem értem. Neki kisebb és nem dörzsölődik annyira. Számon kérő szerdát. Baszd meg! Minden oké. Okay. Minden oké. Okay. Hú, megijedtem. Jaj. Hát igazából itt a középső szektor lesz. Nagyon érdekes, viszont az a Williams. Ott állszak, lehet, hogy kavarni fogja majd itt a levegőt az utolsó kanyarokban. Hát nem tudom, hogy Alonso most mennyire tudja magából kihozni a maximumot egyből, de hát Strolltól ő most ki fog kapni, akárhogy nézem. Ki tudja, hogy most... Azért Andy eléggé ingadozó időmérőn. Harmadik... Baszki, mi volt ott feltartás? Mi ez? Hát ne szórakozzál velem. De biztos, hogy ott volt valami. Oké. Okay. Hold charge. Nem volt. Okay, mode charge. Alonso szerintem bénázott. Hát jobb erőforrásra nem bírja elverni Bottast. Aha, gyerekek, lehetetlen, lehetetlen. Kizárt dolog. Úgyhogy ez mit jelent? Ki kell jönni még egyszer. Hurrá, hurrá! Mondjuk ott tesz is 1,4-ja. Van egy légüres tér. Hát, ha azt fel tudjuk használni még. Russell gyors körön van. Gasly szintén. Hamilton levezető. Verstappen. Ez jó. Alószart jó, bazd meg, de hogy jó. Alonsoval mondjuk jó lesz, de Bottas az... Ja de, jó. Hülye vagyok. Jó, hát persze, hogy jó. Jó. Nem lesz itt gond. Watch Gasly now. Works the brakes. Understood. Hát legalábbis a mi részünkről oké, okay, csak... Azt, hogy mennyire fognak majd kijönni... Elénk, az jó kérdés. Most meg Bottas melegíti jobban a gumikat.
Persze, Etran. Így van. Hibátlan. So traffic wise we are in a nice position. Okay to go. Okay, you will find no one ahead of you. Mode push. Are you ready? Hát jó, nagyjából oké, és végül is ez így. És ezzel úgy különösebb probléma most így. És teljesen tiszta előttünk a pálya, tehát most kellene valami óriásit menni. Igazság szerint. Szóval 7370. Hú, az nagyon komoly első szektor. Bottas is sokat javít. Na, ezek már úgy jó körök. Vagy jó körnek tűnik. Szóval 143 a középsőben. Úúúú, gyerekek. Ez itt komoly javítás. De középső szektorban Bottas miért gyorsabb? Hát ez lehetetlen. Ez lehetetlen. Hogy a büdös francba? Ez annyira rossz. Annyira irritál. Hogyan lehet ilyen minimális különbség a két pilótán között? Konkrétan egy hibátlan motor van Alonsónak az autójában. Bottaséban meg egy kopott. Hát már meg a két, és még akkor a két pilóta között is van különbség Alonso javára. Mindegy, megvan a továbbjutás, az biztos. Ezek erős körök voltak nagyon. Verstappen 15. És feltartják. Verstappen. Úristen! Az meg ki fog esni? Ki fog esni? Kiesett. Az kiesett. Russell-el együtt! Az szép volt. Agyon verte a mezőn, gyerekek. A Q1-be. Agyon verte. Jézusom. Hát ez van. Ez kellemetlen. Ez nekünk csak jó. Még előkelőbb pozícióból jövünk majd. Bár az marhára érdekel, hogy hát a két Aston Martint szerintem azért még el tudjuk valahogy kapni, nem? Negyedik, ötödik hely. Jó lenne. Hát akár kettő lágyat is el lehetne durrantani. Önbizalom növelő körök kellene. Kell ide? Kell. Szökkel Hungaroring. Egy délre zóna, előzi nem lehet. Monte Carlo-ba se lehet. Aztán mégis mindenki előzött. Na, Tata, figyelj ide. Együnk, látunk, tarolunk, kész. Szia, Sipi! Hát egy kicsit biztos ideges. Úgy van. Jó van már, Marcin, persze. Jobb hát. Így van. Ja, igen. Itt van megbaszavrusz. Hát végülis azt mondta Verstappen nem olyan régen, hogy
teljesen mindegy, hogy honnan rajtolsz. Ha van tempód, ott tök mindegy. Úgyis nyersz. Vagy valami ilyesmit mondott. Ha van tempód, akkor mindegy, hogy honnan rajtolsz. Ezt, azt hiszem ezt mondta így. Tök igaz. Hát nem? Marhára mindegy. Nyilván kijön Sainz, hát persze. Ki kell engedni ő felségét. Apuka nehogy itt kiverje a balhét. Picsába az ott Gasly. Stálóját be lesz, nem hiszem el. Pasz fel egy napszemüveget, rúg ki a gázpadlóig, rúg ki a kurva anyát, ha jöjjön a lemez. A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármelyik csajod. És tempózzunk, hát de már késő. Megbasza Bruce, nagyon szépen köszönöm neked az ajándék feliratkozásaid. Köszönöm szépen. Bottas erősen kérdőjeles. ...27.407-es első szektor! Állandóan ez van, gyerekek. Állandóan. Tud idegesít. Hogyan lehet jönni ilyen első szektort? Ezt mondjátok meg! 3 tizeddel jön lassabb első szektort! Q2-höz képes legalábbis. Hoppa. Atya úristen. És nem fog bejönni Bottas, figyeld meg! De pont bejön. Jó, mi az a szerencs, hogy lassan pörögtek a méterek. Katasztrofális kör, katasztrofális. Nincs miről beszélni. Look after your tires. És mind a két pilóta ugyanolyan szarkörön volt. Gratulálok, gyerekek. Komolyan mondom. Ez igen. Csúcs teljesítmény volt ez. Néton mit csinál? Bevezető, Perez, gyors kör. Jó, mehetsz is. Csend totojázás. Ra idő. És Alonsoval is azt fogjuk játszani, hogy hoppá. Hogy Perez most van gyors körön. Hogy ők már ilyen korán gyors körű üzemmódban vannak. Hát ez mondjuk most megtévesztett rendesen. Hát ez kellemetlen. Pereznek. Őt most csúnyán feltartjuk. Száj. Különben megint oda lesz a körünk. Vagy inkább friss lágyan? Már friss lágy. Igen, menjen a friss. És akkor azonnal box. És megelőzi Perez az utolsó pillanatban Bottast. Szép.
Tökéletes. Jó, ez így jó, ez így jó. Super. Super, super, super. Works the brakes. Yeah. Push one more step. Okay. Ez fett, ez fett. We need to slow down. Okay. Miért nem kapcsoltam be? Bazzeg, ez... Nem tudok már gondolkodni, olyan ideges vagyok. Box. Bekapcsolom, hogy engedj el. Erre tempózik. Kikapcsolom. Tisztában vagyok a fáziskéséssel, de itt mekkora fáziskésés volt? Mekkora? Kurva anyját azt. De irritáló. Öcsém! Oké, pillanat.
much science now. Works the brakes. Okay. Overtake available. Copy. Mode out, mode out. Copy. Speed up a bit. Okay. We can push more on the tires now. Okay. So, mode push, mode push. Copy. Oh, Istenem! Bazd meg! Jézusom! Gyenge, gyenge az első szektor. Gyenge. Start to protect these rear tires. Bottasnak el is ment. És középső szektor meg sárga. Jó, szépen. Így oké. Okay. Bottas, hát egy ezreden előztük meg amúgy Gaslyt. Bottas is amúgy körülbelül itt lenne, ilyen 7-8 szerintem. Hát persze, hát ez ilyen komolytalan kör, 15-2. There's nothing quite like it. Én utólag már tudom, hogy mit kellett volna csinálni, amikor feltartották egymást. Olyan ideges, úgy fölment a pumpa, az meg, hogy Alonso köre is ugye ezáltal elúszott, mert azzal voltam elfoglalva, hogy hogyan ne burítsam föl az asztalon. Fernando Alonso, obviously a driver with remarkable experience. But Karu, what's he going to be thinking right now? You know what, Crofty? They're performing well above what's been expected of them so far. All in all, not a bad place to be. Well, as we can see, the crowd here at the Hungaro Ring are ready and waiting, so let's get the show underway. Ő kemény. Kő kemény. Ott tásszal mondjuk egy 8-at. Próbáljuk meg. Eső, Luku. Aha. Igen.
Hát óriási hőség lesz, ugye? Nem lesz óriási hőség. De ettől függetlenül... Jézusom. Itt úgy tűnik, hogy egy taktika létezik, ez. Lágy, közepes, kemény. Oké. Nincs miről beszélni. Nem tudom, hullócsillag. Passz, még nem nagyon gondolkodtam rajta. Hát jó, de legyen így. Hatodik és tizedik hely. Biztató végül is, nem? Hát ezt a közepes nem lehet elhúzni. Á, nem. Ilyen nincs. Ebben a játékban a tutyimutyiság az... Az sose jó. Hogy spórolósan vezetek. Nem. A gumiban mindig kell egy megfelelő mennyiségű tartalék, hogy azért ilyen normál, agresszív, meg támadó vezetési stílus között tudjál lavírozgatni. Hát mikor mi kell? Igen. Mi lesz ma tesz? 24 órás? 24 órás F1 menedzser? Igen, az úgy volt. Ha arra gondolsz, akkor az úgy volt. Így van. De hát közben jöttek dolgok. Hát ez van. Ez van sajnos. De hát én igazából nem nagyon titkolóztam, hogy miért, meg hogyan. Lekommunikáltam mindent, amennyire csak lehetett. De ja, lehet Gergő, igen. Nem vagyok James, nem vagyok Bond. Hadd szóljon. Közepes gumi. Of the Hungarian Grand Prix. And plenty of people watching. Nem igazán osztottuk be jól a gumikat. Úgy kellett volna, úgy kellene menni itt, hogy lágy, közepes. Bár ez elég necces. Hungaroring. De hát annyira talán azért nem lesz most, mert nem lesz hőség. És hát... Majd kiderül. Nézzük! Azokat a lágy gumikat ki kell használni, ki kellene használni. Bottas! Bottas visszaesik! Gyere be! 12-re visszaesik! 11-2, hoppá, baleset, mindjárt jön a piroska, safety car, valami. Semmi! Andy már az 5. helyen, 6. Csatázik Hamiltonnal, na nézzük a visszajátszás, mi volt itt a rajtnál? Albon? Jaj de szép! Megpöckölte a házt. Eléd vezető is, szép volt, gratulálok, ügyes gyerek voltál nagyon. Így tovább. Szia Miki!
persze öregem, ilyen rosszul rajtolni, hát... Hopp, valaki megforgott, Joe volt az talán? Valaki elfékezte. Nem tudom, ki lehetett az. Sergeant! Oh. Viszlát! Aha, hőség van, baszki. Hát 27 fok az már itt kurva melegnek minősül. Hát de jó! Figyelni kell nagyon. Nagyon-nagyon szépen megy Alonso. De hát előtte közepes gumisok vannak végig. Igazán, úgyhogy nem egy olyan őrületes, olyan nagy durulás. Nem olyan nagy tett ez. De nem baj. Megyünk, hasítunk tovább. Közben Gászti az, aki nagyon jön. Elég kopott gumikon van mögöttünk, 85%-os gumikon egész pontosan. Jó. Hamilton 1,1-re van Pereztől. Oké. Tata, te csak nyomjad, apukám, jó? Védekezés teljesen kikapcsoltuk Tandirál. DRS enabled. We are currently P11. Ahead of you, Russell. Watch for Joe behind. Okosan, gyerekek, okosan. Úgy kellene cselekednünk, alakítani a dolgokat, hogy gázt itt leszakítsuk a francba. Abba bele bizony. Ez az. Na most ilyen pályán Alonsonak ez a vezetési stílusa nagyon jó. Valahogy megpróbáljuk elkapni Hamiltont. Megpróbáljuk megerőszakolni. Végig lágy gumisok vannak Bottas előtt. De hogy benny lábasz? Ezt is van. Nem baj. Célegyenesbe rácuppanunk. Aztán utána meg... A következő délre zónába meg talán elmegyünk mellette, vagy valami ilyesmi. Nagyon-nagyon kéne nekünk a légüres tér. Hát Hamilton is most csak mint hogyha rákapcsolt volna. Auto check. Oké. So, check. Keep going. Load on a bit. Copy. Jó, Bottas, ne erőködj. E-spot. Copy. Lassú említom. Nem baj, résen leszünk. Őrült kopás van. Gászfé is nagyon határon van. Nem kell neki sok a DRS, ez sajnos. Lehet, hogy meg is lesz neki most. De ne vigyel. Turbulens levegő, francba bele.
Full charge, full charge. Copy. Azta! Hát milyen lassú Bottas? Hát alig bír venni rá szellem. Nem már! Hú, itt ez a rész nagyon-nagyon nem fekszik Hamiltonnak. 2,8-ra van már Strolltól. Lenne egy kis tartalék erre is fölhalmozni valahogy. Megpróbáljuk összeügyeskedni itt a következő egy-két körben. Autózni a saját tempónkat. Én úgy érzem, hogy van azért még itt ebbe tartalék. Sajtra. Ez az. Spórolunk. Úgy. Copy. Ott aztok is épp, hogy van csak DRS-e. Motor charge. Copy. Motor charge. Okay. Ezt szépen ráesünk. És akkor jön a középső szektor. Az über brutális technikás rész is. Hát ott elvérzünk, egyszerűen. Ezért próbálok arra figyelni, hogy nehogy itt túlfeszítsem a húrt. Verstappen megelőzte Gaslyt, aha. Volt charge. Okay. A körbe egész jól spóroltunk. Ez azt adta. Ezek a fölle kapcsolgatások ilyenkor nagyon jól jönnek. Előttünk óriási buli. Hát mint Bottas előtt. Volt charge. Copy. Bottas stratégiájára sokkal jobban kell figyelni, mert nagyon-nagyon ki van centízve itt most minden. Ez az, nagyon jó, Landi, nagyon jó. Figyelj, következő körbe indítunk egy támadást. Itt van már Verstappen. Ja, előre kell menekülni a fangba, hú, de gyors. Júj, pedig hogy örültük, hogy kiesett az időmérő, mi? Sokra mentünk vele, mi? Hát ha van tempó, ugye, akkor... Szia, Árpi. Ha van tempó, akkor az ilyen. Tök mindegy, hogy hol vagy. Charge off. Copy. Auto check. Copy. Jó. Szép. Hamilton! Szép. Szép. Look after your tires. Copy. Ezt mikor mondtam ugye a való életben, Andy? Amikor megelőzte Sainzot, ugye? Úgy röhögtem akkor, úristen. Extázis volt a Bahreinben, ugye? ez elég komoly csicskító volt. Sainznak. Coming. Első nagy díj, aha. Sainznak biztos nagyon rosszul esett. Fuck you, Sainz. Okay, to push on tires. Copy. Igazából... Szerintem még annyi van ebbe a gumiba, hogy...
úton érjük. Úton lehet érni akár a Strollt. Bár mindegy, nagyon nem aggódom túl a dolgot. Lényeg, hogy légüres térben lehet itt szépen menni. Ez jó így, ez szép, nyugodtan. Verstappen hamarosan majd jön. Nyújtjuk az etapot, ameddig lehet majd mögötte. Jaj, hát agresszív üzemmódot után is fogunk használni erről. Csak ha nagyon-nagyon muszáj. Sőt, Bottasán is igazából úgyse fognak tudni elnyúlni elvileg az ellenfelek. Akár egyébként pörgetni is lehet most, mert tényleg semmi dolgunk nincs. Védekezése kikapcsolva. És hogyha egy... Ha elmegy Nandi mellett Verstappen, már pedig elmegy, nincs gond vele. Az égvilágon semmi gond nincs, csak most figyelni kell viszont nagyon. De most Verstappen szupermenezni fog. Sőt, azért jó lenne lekövetni. Legalább egy kör erejéig. Ezt a kört most végig toljuk. Strollig. Bár ha Strollt úton éri Verstappen, akkor meg... Az meg dupla turbulens levegő. Fúj. Fúj. Hozzászló. Oda nézd, nézd meg az őrültek mit művelnek ott. A két Alpin. Ezek állandóan ezt játsszák. A McLaren karrierben is tökéletesen ugyanez volt. Ugye? Teljesen. Vissza emlékszem rá. A marhák. És pont nem lett DRS-e Verstappennek. Nagyon szuper. És figyeld a köridőt. 19-1. Nem. 1-20-0. Ennyi? Hát azt hittem többet fog oda verni. Na és hát akkor megjöttünk, csak hát Verstappen azzal a Red Bull-lal szerintem simán ott lesz az ellenfele nyakán. Egy Hamilton lerázva. De hát most valahogy így okoskodni kellene. Perike mögött. Jön a halálszakasz. Bottas. Jó lenne, hogyha Joe nem bántana téged. Ez életveszélyes. Lehet, hogy el kéne inkább engedni Joe-t, hogy menjen előre, azt lökje ki Russell-t. Amúgy Joe meglepően keveset hibázik. Meg Stroll is. Mióta volt patch, azóta nulla Stroll és jó hiba. De nem így van? Hát szerintem rohadtul így van, baszki. De, kurvára így van. Hát nem mondjátok, hogy nem. Te is ezt vetted észre, Chris? Akkor mégsem hűltem meg. Jó. És... beszarás. Meg is előzi. Ugye nálad most Sargent az, aki folyton hibázik. Ja. Folyamatosan. Stroll meg
Nagyon szépen megy Verstappennel. Aha, Bottas. Bottasnál akció van. Jó, hadd menjen a hülye. Hadd menjen, persze. Jógi! 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 A verseny még nem ért véget. Gáz, 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 gáz! Ez az. Ja, előtte se hibáztak, csak... nem tudtak vezetni. Hát erre tessék, bazzeg! Úristen! Még hogy nem törnek. Hát na. Look at the team there. They all knew what that moment meant. Semmi safety card? Semmi. Pedig ez most nekünk... jó lenne. Ja. Ja. És azon gondolkodom, hogy mi a francot lehetne csinálni itt ezen a pályán. Hát konkrétan semmit. Ülünk és malmozni. Hamilton már gyorsabb nálunk. Igazából azt kellene csinálni Bottasszal is, meg Alonsoval is, hogy a lágygumis versenytársakat megvárni, míg kijönnek a boxba, hogy legalább őket ne kell megelőzni, hogy ők ne tartsanak fel majd bennünket, ha esetleg ki akarunk jönni a boxba. Tehát a kérdés az, hogy mekkora szórás lesz majd ilyen téren. Igen, Stroll nagyon vadállat lett. A patch. Hát a patch, gyerekek. Ennyi. Ez ilyen egyszerű. Stroll végre megmutatja az igazi arcát. Ennyi. Hát ő egy jó pilóta. És mi van? Nem tudtátok? Szomorú. Tényleg, és egyébként Gergő, arról nincs valami info, hogy az üzemanyag használat az hogy működik, meg hogy az érdemes-e nyomatni, vagy inkább nullán kell tartani, vagy hogyan van ez? Így van, Antilop, így van. Így van, Ordan, így van. Igen, hát mondjuk így... mondjuk ezzel a 2,2-es távolsággal már nem hiszem, hogy nagyon félnie kellene Verstappennek. De Perez... is mondjuk... villanthat... valamit. Ja, értem, Gergő, oké, köszi. Király. Irány. Jó.
Hú, de szarul állnak a gubik. Állunk a kurva életbe. Az utolsó utáni pillanatban kell kijönni majd. Körülbelül. Körülbelül. Hát ja, most pörgünk. Igazából túl sok tennivaló nincs. Kászi, most hoztunk 8 tizedet. Nem tudom, hogy sikerült ez. Ez ugye elfékezte, vagy valami hiba volt? Nem szar ez. 35%-on van gáz. Hoppá! Gazi box. Hát akkor egy ilyet toljunk rá. Tászra. Itt kap. Közepes. Jó. Várható volt. Ott tesz, ha maradjunk a... Hát igazából... Akkor maradjon a közepes. Ah, és nem hibázik az Alpin. Csafáját. Ja, a Hamilton megjött csúnyán. 22-7. Igazából közvetlen riválisainkról nincs info. A lényeg az, hogy mi szépen itt előtt. Hajoska előtt. Ennyi, nem kell túl lihegni a dolgot. Ha megelőz, megelőz. Nem probléma. Ott ezt te viszont nyargaljál, édesöcsém, nyargaljál be nagyon gyorsan a boxba, mert... Okay, Valtteri, try to build a gap ahead. Mert most neked erre nagyon szükséged van, hidd el nekem. Igen, Gasly mögé jövünk, mennyivel? De az mondjuk egy kiváló terület lesz. Teljesen jó. Gasly most éppen Piastri tartja fel. Az a Piastri, aki 49%-os gumikon van. Ha. Copy that, Valtteri, copy. Alonsoval is box. Hop, 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 hop. Lajoska. Hey, box, box. Nagyon arcoskodik. Jó van, menjen. Bottas. Gáz, Botti, gáz, gáz, gáz! Nyomjad, 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 nem veszed el! Véletbe pedig. Már elhittem pedig. Úgy, úgy! Just keep fresh eye. Bazz meg! Mesteri! Kapi. Hideg gumikon, tiszta Schumacher! És nem veszi el Gászi, nem veszi el, melegedjél már be a gumi. Nagyon komoly. Kívülről, belülről. Ne vedd el! Hát nem normális. Bazd meg, ebből mi lesz. Recseg a hang. Köszi, hogy szóltatok. Most is recseg?
Mos a hang. Közé. Mos jó. Oké, szuper, köszönöm. Oda néz. Kulcsfontosságú manőver! Kulcsfontosságú! Ismétem. Kulcsfontosságú. Hát mondjuk, azaz, nagyon jó! Oké. És akkor nem tud eljönni az alapít. Elmondani nem tudom, hogy ez mennyire zseniális így. Anyám. Itt van előttünk. Kemmer. A szarnak van ez itt. Nagyon jó helyre jöttünk vissza Nandival a box után. Hibátlan. 20 másodperces légüres terület ott van Hülkenberg előtt. Most kell megfingatni Hamiltont. Gyerünk, Botti! Gáz! Ez az. Akkor milyen gubikon van? Kemény. Jó. Arra akkor rá kell spórolni. Erőt majd le kell hagyni szépen. Megvan Hülkenben? Nyomod, Tata, nyomod! Ez az! Nagyon szép. Szétszedted, megcsináltad, Tata. Gyönyörű. Let's go! Sácson. Oké. Dimitri! Nagyon szépen köszönöm neked közben a 34. hónapot. Áldás, békesség! Szitúgy! Por favor! Köszönöm szépen! Gazi megelőzte Oszit. És bizony, szuperben ezik a fickó. Csalafinta Gazi, csalafinta, nem szabad adni DRS neki. Hogy, hogy nincsen felhő? Verstappen is Stroll kemény gumikat kapott. Jó. Dédoszolták az Alfa Romeo-nak a rendszerét. Bocsánat, egyébként az volt ez a technikai gigszer, ez a recsegés. Gászli nagyon jön. Örni, ezek nagyon jönnek. Russell. Aha. Gászli gyors. Rumos kávé. Kávés rum. Ja. Igen. Na, mi volt ez? Ja. Mondom, dédoszolnak bennünket, baszki. Hát mi van itt? Ugrál, nagyon furcsán itt az időkülönbség. Oda néz. Most jó. Nem jó. De jó. Ez így amúgy nem túl jó megoldás hosszú távon. Itt agresszorkodunk. Két közepes. Hát de kopott közepesünk van. Hát az halálos. 89%-os a közepes gumi. Közben mi ez a Norris itt? Most nézem csak. Jézusom Isten.
Azonnal tempó. És azonnal előzni kell. Use overtake now. Copy. Hú, tökéletes Hülkenberg box. És akkor Norris meg megelőzzük, és végig lesz DRS-ünk. Ez a beszéd. Puttász. Na! Aj, de sima! Apukám. Nagyon sima. Russell! Hogy a picsába? Hát nem hiszem el! Hát honnan az anyjából jött meg ez a kurva Russell? Na, ilyen nincs. Ilyen nincs! Most van elegem. Tata! Mi az öreg anyádat csináltál te itt? Hát... Úristen. Try to overtake Russell if possible. Egy 20 pontot. 19-4. Ő megtréfált bennünket Russell. Éres. No overtake. Hát nem írt a nagyon verve. Még lehet, hogy Okon is eljön mellette? Aha. Szuper. Nagyon szuper. Bottas 1,9-re van Hamiltontól. Szép. Lehet, hogy Bottasszal meg kéne pályázni a Miltont. 93%-os közepes gumikon van Lajoska. Hát... Russellt nem hagyjuk elmenni most. Az biztos, benne van erő most bőven. Nem engedjük el. Most tényleg... Figyelj! 2,2-t hozott Strollon! Hát mi a fede? Hát ő most iszonyatosan megy. Jó csináltam úgy, igazából. Ezt utálom nem a játékba, hogy egy szempillantás alatt úgy szarra vernek, mint az állat. Bekapcsolják a Superman módot, és sutty, keresztül mennek rajtad. Ennyi voltál, bazd meg. Ennyi. Ez így működik. Gyerünk, tata, most mi jövünk? Úgy bizony. Röpül a csicskító. Fuck you, Russell! Most packázzál velünk, bazd meg. Mi a gyerek? Hát mit hitté? Nem lesz megtorolva az incidens? Ez nem a lószart, nem? Szóval a kucsap. Megcsináltad, Nandi? Sárcson. Lehagytuk Russellt! Kapi. Levertük, és ott vagyunk! Kapi. Strollon. Már csak akasztani kell a húskampót. Erünk. Belekergetjük majd valami hibába, Frankón aztán. Hasta la vista. Hoppá, akartam. Ennyit a DRS-ről volt. Milyen költjött most ez a hülye? Tuti valami nagyon jót. Hát persze! 19-3 egyből! Mert ő reagál! Ő intelligens! Mert ő Mr. Lance Stroll! Fuck you, Stroll! Ugye gyerek! Amúgy a hőmérő az... Az ki valaki verje már oda egyet neki, hát... Be van ragadva 26,9-re. Állandóan piroska van. Ez tényleg bebagolt. Első kör óta 26,9. Nem normális dolog. De hogyan lehet ennyire konstans? A való életet azt hagyjuk figyelmen kívül.
Bottasszal egy pontért küzdünk körülbelül. Köszi, bro. Légkondis a pálya. Nézd meg, hogy elment most meg. Te, nagyon parádé, gyerek. És ezért kell mindig tartaléknak lenni. Ezért. De most Russell mögé beragadtunk volna. Nincs erre, és hogy előzöd meg? Sehogy. Fölforna ott a technika mögötte. Hát minden, most kicsit megijesztettük Strollt, aztán is húzott. Jó, hát nem, majd megpróbáltuk. Semmi gond. Amúgy meg tudjátok, mit lehetne csinálni? Pörgetni az időkerekét előre. Ezt. És figyelni nagyon Strollra. Russellre. És itt a különbségek azok elkezdtek. Semmit nem tudunk csinálni amúgy. Annyira nincs mozgástér ezen a pályán, stratégia ügyileg, hogy hopp, Gasly elfékezte. Na így akkor Bottasnak az egy pont az, hát, ennyi finom túlzásra tényleg megvan az egy pont. Közben figyelni kell Russellre, mert Russell gumija miénk egyre jobban kezd elhasználódni, ő meg azért úgy a kemény, az strapabírobb. Kevésbé romlik annak a teljesítménye a kemény guminak. És hát bizony jön is Russell. De amúgy meg jöjjön nyugodtan. Csak szeretném elodázni minél jobban. És igazából, hogyha ő elmegy mellettünk, akkor azt kell majd ezzel csinálni, hogy megyünk vele, ameddig csak lehet tényleg. Ennyi volt itt egy box kiállás? Szeket számoljunk? Hát Bottas Gasly közé jönnénk, és akkor Bottas ugye majd jön, meg hát amúgy csapattárs nem számít, Okon egyedül van, igazából problémamentesen lehet majd feljönni és egyben alávágni majd Russellnek, meg talán Strollnak, kemény gumisok. Tehát ők meg a végén lágy gumin lesznek, lágyabb gumin lesznek. Tehát akkor itt az előzés, és akkor most kell taposni majd sajnos. Kőkeményen. Most bekapcsolja a szerencsétlen balfácán a Superman módot, aztán itt hagyja. Azt meg hát nem hagyhatjuk. Sajnos, hát ez ilyen ez a szakma. Ullaszi, köszi. Az durva. Oké, de pontos vagy. Bottas végig gumi előnyben van Okonnal szembe is. Nem tudja kihasználni. Csalódás. Jó, mi ad már, Tata? Hogyan lesz itt DRS-ünk? Jó, nem baj. Meg lesz. Lassú víz! Hát erre nem erre jön most egy Alfa Tauri, aki DRS biztosít ennek a szarházi Russellnek. Hát gyerekek, komolyan. Ekkora malaca van. Nagyon nagy. Nézd meg, és megint ott a DRS. Ilyen nincsen, az meg. El is húzott. Csácson. Yeah, copy. Most meg valamelyik Williams van előtte. Oda néz. Ez az. El ne enged, Williams! Á, idióta! Beszari. De csak azért átfélre így, mert Mercedes motoros ő is. De biztosak lehettek. Nem ma kezdtem.
Na de várjál, most meg mi kapjuk majd a DRS-t. Ugye? Ugye? Hát de hiába is kapjuk azt a szaros DRS-t, hiába is kapjuk. Hát már majdnem... Már milyen messze van. Just look after your child, especially Louis. Öcsém. Charge on. Okay. Na, visszahozzuk. For charge. Milyen szar verseny ez? Ez semmilyen. Ez egy túlélés az egész. Spórolás. Megállás nélkül csak spórolás. Ez kapja a keményet. Albon elé kéne valahogy jönni azért még, de nyomtam most itt ennyire. 7,6-ra van Russell-től. És akkor nézzük Bottas. Hát, ha tudsz előzni, előz. Nehéz elképzelni. Ilyen ez a pop szakma, és akkor most van az, hogy be kell cserkészni Okont. Kerüm, Boti. Szúrod. Erre eset van. Alonso nagyon jó helyre jön. De ebből a szempontból egyébként egész jó versenye van Andinak. Csak hát szart se tud kezdeni ezzel. Csak kocsikázzál. Nagyon nem kell túltolni. Hamilton box. Na mit kap? Közepes gumikon van ő most. És közepes gumikon rajtod. És most keményet fog kapni? Azta. Bizony.
Az de komoly. Azt a rohadt. Ez nem ennyire kemény. Alonso el tud jönni? El. Hú. Szép. És mennyire kopott az a kemény gumi vajon? Teljesen friss. Aha. Nocsak, nocsak. Look after your tires. Copy. Zenkilenc hat. Nem esmű, de jó kör Bottastól. Abban bízom egyébként, hogy így laza kis könnyed tempóval sikerül Okont megelőzni ezzel a korai kiállással. És hát itt talán valamivel nagyobb tartalékunk lesz majd a végén, és akkor jobban tudunk menni vele. Ebben bízom. Hát Alonsonak meg Russell-el kéne valahogy felvenni a kesztyűt. Viszont egy hármat autózott az előbb. Hát, értek. Tából finoman lehet pörgetni. Bottas kell nagyon figyelni, meg Okont. Hát ez Bottas gyenge. Mi ez? 19-7 egy friss gumival? Okon meg 19-5. Aha, az már majdnem 2 másodpercet hozott így Bottas Okonon. Andy szép lassan utoléri Okont. Nagyon jó. 18-9. Dandy. Gyújj! Várjál, tempozzál. Push tata. Így. Faszán sikeresen jó belasítottuk itt az öreget most a középsőbe. Vagy Okon lépett oda? Vagy mindkettő? Egyik jobb, itt a másik. Na, jelen állás szerint most szerintem így megvan Bottas szalokon. Ez nagyon jó hír. Erre se, teletöltve. Hát olyan őrületesen nagy probléma nem tud majd itt lenni. Ezért nyomtuk ennyire van. Look after your tires. Copy. Make pressure on Ocon. Auto check. Copy. Azaz. Szép. Szép. Szép, 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 szép. Ez szuper. Yes. Let's go. You doing very well at the moment. Szuper. Mega job. Mega job. Okon bejön a boxba egyből a fejébe. Charge on. Copy. Hát ez szoros lesz Bottasszal. Look after your tires. Gyerünk, Botti! Yeah. Botti! Ez jó. Megvan. Szerintem megvan. Szép. Ez kevés csata lesz így. 99%-os közepes gumikon szabmok ki Okon a boxból.
Hát... És hát bizony védekezni fogunk kőkeményen innentől kezdve Bottasszal. Egy pont is pont. Tizedik hely se rossz, de hát kettő az kettő. Mármint, hogy kilencedik helyért kettő pont, tizedik helyért egy. Russell. Bőven verve van Nandival. Szerintem Russell lágyat fog kapni majd a végére. Könyörű. Fájni fog. Keményen, Botti, keményen! Ez az! Majd te szép akasztás, gyönyörű! Úgy-úgy! A mocsokláda visszakapja! Úgy van, Botti! Jaj, de profi! Zseniális! Hadd koptassa itt szépen mögöttünk a gumiait! Hadd melegítse föl! Jó az nekünk! Nyug a vér! Na! Mit csinálsz? Baszd meg! Itt! Hát te hülye vagy? Hát ez megint elévez. Nagyon verem. Gáz! Ottász! De hogy megy el, baszd meg? Hát nézd már oda! Hát te... Push. Kanyarról kanyarra 2-3 tizedeket kapunk. Per kanyar. Komolyan már te. Csoda. Stroll. Strollt is megelőzte, Randy? Hogy mi van? Hogy van mögöttünk Stroll? Ő most volt boxban, ugye? Az igen. Randika? Okosan, ügyesen, jó? Copy. We need to start to protect these rear tires. Copy that. Most hadd Superman ezzel ki magát. I confirm we can push more on the tires. Copy. Gáz. Ez megint nagyon megy. Stroll megelőzi Nandit. Copy. Így. Hát persze. De nem, Tata hagyta szándékosan. Higgyétek el nekem. Hát okos. Hát nem ma kezd az öreg. Ne bazd meg! Komolyan! Leszakadsz okorról! Le. Sajnos már itt tűnik. Nyugi. Okosan. Lász, szemét kapott. Friss lágyat! Charge on. Copy.
Bottas, neked annyi. Okay, Valtteri, we need to slow down. Yep. Csak ő ennek a legkörülött versenyző. Kedvencem. Lesz DRS-e. Gratulálok, Zsó. Gratulálok. Sokra vitted, nagyon. Ügyes gyerek vagy, nagyon. Tényleg. Húha. Na hát, miket tudsz, te fiú? And lift off. Copy. Bottasnak lőttek. Ennyi volt, Copy. Hát lassan mondjuk Alonso is így jár. Nem tudunk menni egyszerűen az ellenfelekkel, gyerek. Nem megy. Amúgy is ott a gumikülönbség. Just look after your tires. Meg akkor még alapból is gyorsabb stroll. Ez a maximum. Mode charge. Copy. Majd összetöri talán. Gászli, megint hiba tőle. Igazából itt arra kell kész... Na, közben Okon. Miért lassult be ennyire, vajon? Gyerünk már, Boti. Hát mindjárt megvan a DRS. Hát ott is van, bazd meg. Hát megcsináltad, apukám. Hát ez hogy az anyádba? Hát meg is előzöd! Az, igen. Az a baj, nagyon későn tudtuk le Bottasszal. Semmi. Kis időt nyertünk legalább Bottas, csak vagy egy biztos tizedik helye van, vagy egy ilyen kockázatos irányt. Szép finoman meg kéne előzni azért. Jön Russell Alonsóra. Körönként 2 másodperc lehet talán a előnye? Körülbelül. Hát, Topi! Ah, közben ott a DRS az Alpinnak. Close the gap. Charge.
Alonsoval vajon meg tudjuk tartani majd a hatodik pozíciót? Hogy nyilván meg fogja előzni Russell egyszer legalább. Szép fokozatosan azért spórolunk ott Russell. Jó lesz. Szia Andris. Szia Nagy. Hát Alonsónál azért egészen frankon van tartalék. Let's get. Jaj, ajaj, meg ne lógjon. Ez valahogy oldjuk már meg. Szépen játszadozzunk vele. Okay, aztán egyszer csak majd gondol egyet, akkor is így hopp! Okay. Úgy dönt, hogy na jó, ideig spóroltam. Mentem, szevasztok. És bizony, igen. Spórol. Hát... meg lehet, hogy van egy kis hiány üzemanyagban. Janus. Aha! Tökéletes látni! Tökéletes! Kurva jó! Kurva jó! A legjobb! Nagyon jó! Nyugi Tata! Hibátlan! Hibátlan! Így kell! Nagyon jó! És ugye miénk a DRS? Ez a jó! És ott a következő DRS zónára is a DRS. Ez az! Ez az! És most mehet a tempó! Csimpaszkodjunk rá! Mert most biztosan nagyon fog ő menni. Hát próbáljuk meg legalábbis, veszíteni való nincs. Hamilton nincsen fog ledolgozni 6 másodpercet. Legalábbis remélhetőleg. Igen, szuper. Szuper eredmény, Andris. Hát eléggé érdekes nagy, igen. Lift off third one. Szia Zsolti. Cool the engine. Copy. Come on, come on. So let's focus on the race now. Hát bazd meg! Kurva életbe! Shot. Okay, copy. Nem lekörözött, hanem lekörözés. Lift off.
Elkapi. Az meg, nem figyelünk, nem figyelünk. Just keep pressure. Jó benyúlást adta, figyelj oda. Ott a TRS ügyes voltál, Andy. Elég intenzív lett az utolsó néhány kör. Oké. Can we use a lift off a bit? Copy. Ha persze, bazd meg, hát meg... Ó! De nem is kell előzni, hát nem hülyéskedj már. So you can push a bit more? Copy. Okay, to push one more step, push one more step. Copy. Mode race. Copy. Motor check. Copy. Mode push. Copy. Six laps to go. We need lift off, lift off. Okay. Mode charge. Copy. We need to start to protect these rear tires. Copy. Foolish. Charge on. Copy. Volt, voltam is. Korábbi karrierben. Motor check. Nem lehet bazdmeg okay. Csinálni. Iszonyat gyors rászem. A technikás részen elhal az öreg. No power, no power. We have no DRS. Copy. Five laps to go. Nem engedted el Okont, bazd meg. Copy. És hát nem is az, hogy elengeded, hanem hogy... Hát... Azt hittem, hogy... Elmegy ő majd magától, de hát nem. Hát ez egy baj. Mode race. Copy that. Red. Keep going. Let's get him. Hát egy Nandival menjen az agresszív vezetésű stílus. Kapcsoltuk az előzést, és talán hát, ha valami történik, ott ásszal meg okoskodni kell. Okon elfogyott szerintem. Megelőzzük. És megpróbálunk vele így játszadozni, megpróbáljuk magunk mögé engedni mindig itt a DRS, itt a szélegyenesre. Hát lassan megy, nagyon lassan megy. Három kör. Hogy charge? Na, okay. ne ragadjál be! Cool the engine. Ez meg. Okay. Üti katasztrófa. Okay.
túlzásba vitték most meg a spórolást. Jó, nyugi, akkor maradunk mögötte, és megpróbálunk. Rengeteg RS-ünk van, tehát szarásig vagy töltve, Bottas. Ezt, ha nem csinálod meg, hát ti nagyon verbesz. Jó, közben Andit meg visszaveszünk, hogy itt a végén összetörje nekem. Ez egy 7. és 9. hely. Lehet, nem valami is. Slow down a bit. Copy. Nem könnyű pálya egyik sem. Andris. Let's get him. Kemény pálya Monza. Nagyon akciódús. Így van, boldog, boldog jár végét. Pálykon, köszönöm szépen neked a 47. hónap. Majdnem 4 év. Örülök. Köszönöm szépen. És akkor most meneküljünk előre. Könyörű. Szép. Ennyi. Megyünk és megyünk. Végig padlógáz. Óriási. Just hold position behind Ocon. Understood. Óriási hullámvasút ez a mai nap. Óriási. Jóságos ég. Confirm we need some lift off. Copy. Two more laps. Copy. Gyönyörű. Gyönyörű. Meg is van. Okay, Valtteri, we need to slow down. Yeah, copy. Ha! Mondjuk azért még itt a végén. Bassza meg. Lehet, hogy el lehetett volna kapni még Russellt, nem? Be életbe. Nem? De Russa tök fékó. No more overtake. Copy. Okay, that's the checkered flag. P9. Szép! Szép! Bottas! Gyönyörű! Ez egy nagyon jó eredmény! Bottas-szal. Mert igazából Andy-val se rossz. Hát azért... volt keresni valunk, jó van. És egy ilyen pályán. Tehát egy rendkívül technikás pályán. Rengeteg alacsony, rengeteg közepes sebességű kanyar. Ugye alacsony sebességű kanyarok annyira nem fekszenek a mi autónknak. Feküdnek? Annyira nem fekszik a mi autónknak. Á, így. Kopi. Ide jó. És nézd meg, 1,5-re vagyunk Russelltől. Hát én most valamit nagyon szétvernék. Szervusz, Tatamata. Nagyon szépen köszönöm neked a 25. hónapot. Köszi szépen. Szalad! És ki tudja, hol áll meg? A great display of team spirit there, as everyone finally gets the chance to share this moment. Jó volt. Nyilván nem voltam boldog, nagyon sokszor voltam boldogtalan menet közben, rengetegszer. And that's win number one of the season, and it's sure to provide them with a real confidence boost. Kifejezetten sokszor. And as far as those three are concerned, well, they'll be leaving Budapest hungry for more.
So then, Karu, in terms of the Alfa Romeo team, how are they be feeling after that? No doubt they'll be pleased. Both drivers really delivered. And what's more, there were lots of positives to be taken away from the race. Come on, Nandi! Hogy mondták? Hát, egy jó csapat vagyunk. Összetartó legalábbis. És megyünk Spába. Ahol még sprintfutam is lesz. Ennyi. Akartam mondani, hogy oda még egy új oldalszekrény is érkezhet, de... hagyjuk. Hagyjuk. Hero, nagyon szépen köszönöm neked a negyedik hónapot. Köszi szépen. Hát, nekek. Alakulunk, bár most az ellenfelek hoztak rajtunk. Igazából a mai nap erről szól. Próbáljuk menteni a menthetőt. Hát igen, úgy örültek a stábtagok, mint hogyha világbajnokok lennének. Igen. Hát igen, nem túl dinamikus ez a az öröm. Az öröm ünnep. 3.850.000 dollár profit. Szuper jó. Köszi mindenkinek egyébként. Na hát itt van, elkészült a Team Hub is. És itt van az új oldalszekrény, ami igazából a motorhűtés javítja a végsebességet. Hát nem lenne rossz ez nekünk most ide Belgiumra, félreértés ne essék, de hát hogyan? Ez mindenhogy ki van csukva. Gyerekek, bazd meg, most jut eszembe. Inkább nem is mondom. Semmi. Várjál csak, most ezt lefényképezem gyors. Ja, így van. Ordnan, így van, igen. Nem mondhatom, Boti, mert infarktus kapok. Na most ez egy olyan oldalszekrény egyébként, amire rengeteg pénzt ráköltöttünk, és most mindjárt megpróbálom elmondani, hogy mekkora tehát mekkora növekedést értünk el vele. Legalábbis megpróbálom nagyjából kiszámolni. Hát, vagy mégsem. Vagy hagyjuk, és inkább a belga nagydi után nézzük meg ezt? Hogy mennyi, hogy most, mekkora pénzt dobtunk ki az ablakon. Mekkora százalék, nem, hát még nem került fel az autóra, Gergő. Elfelejtetted apukám, ne felejtsd el, nem szabad. Várjál csak. Inkább így fényképezem. És úgy talán egyszerűbb lesz viszonyítani. Hát 2000-et nyernénk az alacsony sebességű kanyaroknál, 1000-et a kigyorsításnál, a végsebességbe 0,35-öt, és a magas sebességű kanyarokba pedig 0,23-et, és a motorhűtésbe pedig 2%-ot. Lényegében adtunk a szarnak egy akkora taslit. Hű-hű! Ez igen. Ez nem jó.
mindegy. Majd alakul. Ez kurva jó. Hát én megőrülök. Tönkre ment az oldalszekrény. Nincsen tartalék oldalszekrényünk. Tehát most vagy kidobunk az ablakon, hát most csúnyán fogalmazom, vagy kidobunk az ablakon, vagy kiadunk a kezeink közül 1.350.000 dollár pluszt, vagy felrakunk egy jó vagy gyengébb oldalszekrényt. Hát én inkább akkora, én azt választom, hogy inkább kiadunk egy picit több pénzt, és akkor cserébe Alonso gyorsabb is lesz. Hát... hadd szóljon. Vagy be lehetne áldozni Bottast igazából. Mert a belga nagydíj után meg lesz egy óriási pihenő. És most azt lehetne csinálni, hogy Bottastól elvesszük a... Tehát ez óriási teljesítményvesztés lenne. Óriási. Hát itt, ezen a pályán akár, nem is tudom mit mondjak, hát ez szóval... Hány DR zóna van? Kettő? Hát... Vélet, hát ez a mi pályánk. Legyártunk ebből egyet. Itt nagyon értékes pontokkal gazdagodhatunk. Csapat éves célkitűzése amúgy is megvan. Hát de jó, de hát le kell vadászni a harmadik helyzetet. Szerintem meg tudjuk csinálni. Hol lehet megnézni, hogy mennyi pénzt kapunk? Itt. Harmadik helyzet 56,5 milliót kap. Hát 6,5 millióval többet kap a harmadik helyzet. Ugye a ötödik helyen vagyunk, ugye? Igen, ötödik hely szerintem talán nem túlzás azt mondani, de sima. Hát... Jó. Rakjuk ezt így fel, és akkor Alonso egy picit gyorsabb lesz. Már igazából ezeket annyira nem is kellene így külön kiemelnem, mert ez nem nagyon érződik sokszor időmérőkön. Team Hub, szuper. Ja igen. Kell-e valami alkatrész? Első szány, hátsó szány, az oké. Okay. Hát akkor igazából... oldalszekrényt lehet gyártani, mondjuk kettőt. Így. És akkor egy tartalékunk lesz. Meg karosszériából egy alkatrész. Rögjön így. Szuper. És akkor belga nagydi után ezek elkészülnek szuperül. És belga nagydi után meg elgondolkodunk azon, hogy... De várjál, már most is egyébként így lehetne fejleszteni akár. Hogy hagyjuk a fejleszt? Hagyjuk a fejlesztést, majd belga nagy után megnézzük, hogy újság van. Igen. Pörögjünk tovább. Szuper. És mit akartunk itt nézni? Ja igen, hogy szóba áll velünk most már esetleg komolyabb technikai igazgató? Sajnos nem. Ja, mondjuk nagy díj előtt vagyunk.
Jó, akkor majd ezt is a nagy után fogjuk megnézni. Jó. No problemo. Pénzügyek. 62, ami azt jelenti, hogy... Hát egy 40-45-tel kell számolni, hogy annyi van vissza. Ami szerintem egész jó. Nem? Szerintem egész jó. Egészen jó. Analitika. Következő évi autóra? Nem tudom. Rutri, idei játékban nem sokat foglalkoztam a jövő évi autóval. Valahogy. Jók leszünk. Pláne ezzel az erőforrással, ami Alonso-nak van. Nagyon sima Q3. Sőt. Top. Hét. És ezután Hollandia? Azt is szeretjük. Top 8-at elérjük. El. Jó. Elméletileg patch előtt semmit nem ért a jövő évi autó kutatása. Hát ez végül is látszódott is. Nagyon-nagyon furán működött az. Ez de kemény. Isten. Hú. Most hogyan néz ki egyébként? Egy oldalszekrény kutatás, nem ez ne. Vagy de ez jó, menjen. Aha. Nem. Hát igazából ugyanúgy néz ki. Hát ez mi? Ez hülyeség, nem? Mi ez? Akkor ez 1 millió dolláros fejlesztés. És megint ugyanaz van. Tehát minél több mérnököt adok hozzá, annál alacsonyabb bónuszok vannak. Williams-re csak arra mentem, hogy kutatom a következő autót, és visszaestem 19-20-ra. Aztán abban is hagytam azt a karriert. Óriási. Ja, annyi, hogy hiába láttam itt a bónuszokat, semmit nem adott hozzá, csak kidobtad a pénzt. Jaj, nagyon jó. Óriási. Bábeli zűrzaval. Aha. Zavall. Na jó. Irány.